Szépen ring a búzatenger, jaj, de sok a buta ember. Dobri lecsert, egy pátyi múgy bizottávú. Nagyba. Szevasztok, csákány. Újra csülemkezik, ugyanis nagyba iszogatom, nagyba így a vörös bort, amit Szabó Marcell küldött. És még egyszer gondoltam, hogy nagy sidejóba. Meg összegetem nagyba a répát, izzacskost. Összegetem be. Gondoltam, hogy de gyertyával egy E-vitamin gyertya, de gyertya. Na viszogatok egy kis vörös bort, amit küldött a Szabó Marci. Gondoltam, de hogy még egyszer megköszönöm egyébként így a Szabó Marcának Györbül, kiküldte a nagy csomagot, de nagy bal, ugyan. Még amúgy vettem egy jó kis vodkát, fölnyitom Rikári, beszélsz Rikári, akinek nagyban fönn van a faszabuckon, nézzétek nagyban Rikárit. Nagy tudósítót, nagy sloggert, de beszélsz sloggert. Viszont jó kis vörösbort még. És nyitok egy kis vodkát nagyba a tiszteletükre, valamint G. Horváth Zita, aki szinte egy kurva nagy csomagot küldött, a héten föl fogom egyébként bontani. Mindent egyébként szépen sorrendjébe. Szépen, ahogy a csillag megy az égen. Kis vereske bor. Jó kis vöröske. De? Hozzá vodka. Ezt én vásároltam egyébként nagy baccóba, az ABC-be, de? Jól fog csúszni vodka, vörösbor mellé egy jó kis Vladimir. Nagyban mutatom is. Jó kis Vladimir. Nagy finnyák, de tehát G. Horváth Zita is küldött egy kurva nagy csomagot, azt is föl fogom bontani. Meg még valaki küldött, tehát még összességében két csomag. Ettem az előbb egy kis fődet, turkáltam a fődet és eszegettem fődet. Répa mellé, zacskó, meg répa mellé, jó a répa, meg gyertyát ettem be. És azért mondtam egyébként ezt a monológot be így, de hogy szépen ring, ahogy az apám fogta mondani, szépen ring a búzatenger, jaj, de sok a búta ember, de elmondom egyébként, hogy miért nagyban megnyitok jó kis vodka, de azért mondtam, de az erőben, tehát még egyszer Rikári, Szabó Marcell, ögészségére iszok, meg a saját magamére. Szevasz Rikári, szevasz Szabó Marci, köszönöm a csomagot, de. Na, igen, hogy még mondtam, de közben iszok, de. Elmondom, mert ugyanis finom, ez ilyen melegítő, tehát a hideg van itten, tehát meg egy fő melegít, hogy vodka, de nagyon sokan örülnek, hogy jaj, de jó, hogy januárban tavaszi meleg van. Bazd meg. Jó múlt korjában
röggel néztem a kocsmába a tévét, és teljesen mindegy, nem fogom kimondani a kapitalista műsornak a nevezetét. Van egy olyan tiszteletre méltó csömbber, mint a Bálint gazda, Bálint György, közel 100 éves, vagy azt hiszem talán lehet, hogy el is múlt 100 éves. Tehát nem mostani bútordarabna, tehát nem mai bútordarab, hanem egy 100 éves emberről van szó, egy nagyon nagy tudású, nagyon nagy tudású agrármérnök, de és mondom egyébként, tehát azt hiszem, hogy talán túl van a 100 élet évén. Tehát gyakorlatilag lehet, hogy van neki a szakmába eltöltött 80 év tapasztalatja. És ő maga mondta egyébként, hogy gyakorlatilag egyébként, tehát az, hogy nincsen igazi tél, tehát gyakorlatilag megnéztük a csáborral egyébként az előbb egy jó órával ezelőtt, órával ezelőtt egyébként az időjárásban, meg ilyeneket ír, hogy ízé, hogy plusz 15 fok, januárba bazd meg, tehát januárba plusz 15 fok. Tehát egyszer egyébként bazd meg, egyébként ez nem normális. Ez a Bálint gazda is nagy badá. Iszok még egy kis vodkát? Meg rá egy kis vörös vodkát. Szabó övtárs, Szabó elvtárs tisztelekkire, de meg elszívok nagyben egy munkás cigarettát, de munkás. El vagyok egyébként úgy halmozva gyakorlatilag, hogy a Mátyás király, bazd meg egyébként, ha én a Mátyás király, bazd meg, az irigykedhetne rám, bazd meg. Mert az is sok ajándékot kapott a Mátyás király. De annyit mondan, hogy Bartos, lehajlok előtted egyébként, hogy te mennyi csomagot kapsz az meg. Nekem, mondaná a Mátyás király néke, nekem csak a Varga hozott egy csizmát. Az is egy kicsit szűk volt a lábamra. Te meg itt kapogod a borokat, bazd meg liter számra. Hát kapom, tisztelt Mátyás királyom, kap be a faszom, bazd meg. Na, a legérdekes, de hogy mit akartam mondani? Ja igen, így időjárás, stb. Tehát hülye az az ember, bazd meg, és röngeteggel mostanában találkoztam, hogy annyit mondod, hogy jaj, de jó azt mondja, így kibírnám azt mondja a telet, hogy ne legyen tél. Tehát ezt a tavaszias möleget azt mondja, kibírnám. De bazd meg. Hát gyakorlatilag a Bálint gazda is elmondta, hogyha nincsen igazándiból tél, bazd meg, akkor, de nem lesz nyáron termés. Kis papír, P-vitamin. Tehát nem lesz nyáron termés, csak gyakorlatilag behozzák a rohadt mocskor csimportot nagybaú, Dél-Amerikában, stb. Meg igazándiból a férgek, az élősködők nem pusztulnak el. Tehát nem pusztulnak el. Nagyon nagy károkat tud a mezőgazdaságba egyébként sokozni. És hozzá kell egyébként azt is tenni, hogy nem az, hogy csak a gazdaságba tudja egyébként ezek, tehát nem igaz, hogy csak a gazdaságba, hanem magába az egészség csiparba is egyébként ez egy marha nagy üzleti föllendülés, de valljuk be, de mégpedig len azért, mert, de elsősorban egyébként, mint a tavaszi föcske, azért, mert ugyanis azért föllendülés ez nagybaú a gyógyszeripart be kell indítani.
Bőjelentik egyébként, hogy influenza. Tehát bőjelentik, hogy csinfluenza járványok vannak. Már is megnövekszik egyébként az ilyen geci időkben. Hóviharnak kellene. Hó, vastag hó, hótakarónak kellene egyébként, hogy lennie a szántóföldekben. Stb. Nincs. Meleg van. Hónap is egyébként 15 pluszban, 15 fokon, nem normális egyébként. Hülyebb a pofáznak, hogy ilyen ki van, hogy buta az ilyen ember van. Én nem végeztem egyetemet, nem végeztem főiskolát, az általános is alig jártam ki. De annyi eszem egyébként van, hogy télen hidegnek, meg hóesésnek kell lenni, nyáron meg melegnek. De ez nem normális. Tönkreteszi a gazdaságot be, gyógyszeripart föllendíti, ez csalójával van egyébként így van. Tehát a gyógyszeripar az föl van lendülve, eladják a sok szart bazd meg, amit csinfluenzára szedjé be út. Én nem fogok beszedni. Voltam egy pár napot beteg, kikúráltam magam vodkával meg borra. De. De. Úgy értem, egy pár napot voltam beteg, hogy kicsit elkapott ez a takonykor. De igazándiból be kell indítani a gőzzel most a gyógyszeripart, hadd vigyeljük a nyakba, a hülyeségekre elköltik a pénzt. Annyira egyébként kurvára meg vagyok egyébként fázva, akkor tessék nagyba a szobába. Tettem, szedtem le ízét, még annó, annak is megvan egyébként, de csideje! Bodza szedés, bodza. Beleáztatok bazd meg borba bodzát, másnap reggelre kiázik a bodza, nem tudok forró vizet csinálni, vagy a csáboréktól kérek meleg vizet. Beáztatok bodza virágszirmot bazd meg, az borral vagy töménnyel megűszom, eltűnik a nátha bazd meg. Tehát ennyi. Tehát gyakorlatilag egy kis cigaretta, hamu. Tehát olyan buták és idős emberektől hallom ezt, bazd meg, hogy jaj, de jó ez a té. Egyetlen egy vagy ekkőt emberrel beszéltem, aki annyit mondott, hogy ez nem normális ez a csidőjárás. Tehát emberek, bazd meg, egyébként szőrös fejjel megérik azt, 60-70 évesekkel is beszélgetek, bazd meg, vagy beszéltem, nem szeretek egyébként beszélgetni egyébként csömberekkel. Mert már belefásultam az egészbe, inkább magamnak hiszek, és hallgatok, tehát nem szólok egy szót se, csak így csidejóba, de élőben már nem ismerem megjegyezni, mert olyan buták, mint a szaros seggen vannak. Hogy így maradjon a tél, de bazd meg, nem értek, nem csak gazdaságilag, te hülye buzi, bazd meg. Nem csak ízilag, gyógyszeripar, hanem mindenféle télen, ez nem normális. Ez nem normális. Azért végre mábazd meg. A fától az erdőt lássuk már. Nem fogjuk látni. Amíg egy buta megvezeti a másik butát, addig itt nem lesz haladás, bazd meg, értsük? Tehát addig itt nem lesz haladás. Addig csak ézé lesz, visszafejlődés. Már nem is tudom elkezdeni, hogy minek tépem a számat egyébként csidejóba, vagy bármi fölösleges. Már rákezdek gyűni, hogy fölösleges. Mert rengeteg. A butaság az úgy terem, bazd meg, mint a fű. De. Sajnos. Ennyit akartam, úgy bizonyán. Mert még iszok egy korcot kell. De elköszönik, mert hónap megyek dolgozóba. De. Konyac. Vége.